Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Két részből áll a mai esténk. Lesz egy tudatosságfejlesztő első rész. Utána pedig lesz egy hatékonyság nevű coach képzésünk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk, mivel is foglalkozunk. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? De mi baj van a világgal? Mármint a haladásával. Igaz. Baj van, az biztos, mert... Hallottam, igen. De mi baj van vele? Szeretetlenség. Sok a betűnálmasság. Mit mondtál az imént, Attila? Túl sok a feszültem. Ja, túl sok a feszültem. Szeretetlenség. Etikátlanság. Sok az elnyomás. Sok az elnyomás. Tehát vannak gondok. Uh-huh. És mi várható szerinted, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? A vége. A vége? Semmi jó? Hát ez a mindenki mindenki ellen a vizsgálat. Uh-huh. Igen. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Vajon fontos lenne, hogy az ember tudja, hogy hogyan működik az ember? Igen. És az emberek tudják, hogyan működik az ember? De nem. Egyáltalán ismerik magukat az emberek? Nem. Tehát olyan, hogy önismeret rendelkezik a legtöbb ember? Ritka. Önismerettel? Ritka. Ritka. Mások ismeretével? Pláne. Nem igazán, nem? Nem. Tudod-e, hogy hogyan működik az élet? Mert ugye ez két különböző dolog. Érdekes. Milyen furcsa, de miért? Na mindjárt újraindítom, és akkor mindjárt kiderül. Mindjárt? Na most jó. Jó. Oké. Okay. Itt tartottunk. Most jó? Jó. Tehát, hogy tudod-e, hogy hogyan működik az élet, ott tartottunk? Hát ugye a legtöbb ember vajon ismeri, hogy hogyan működik az élet? Nem. Tehát mit értünk azzal, hogy hogyan működik az élet? Tehát tudják az emberek például azt, hogy miért születtek? Például, hogy miért születtek abba a családba? Tehát miért pont azok lettek a szüleik, akik lettek? Tudják az emberek ezt? Hát akkor például azt, hogy úgy egyáltalán, mit tudom én mondjuk, mi az ő küldetése? Tehát az életben egy ember küldetése az micsoda? Vagy például miért vagyunk itt ezen a bolygón? Tudják az emberek? Akkor, hogyha megnézzük, nem, például azt tudják az emberek, hogy miért nem vagyunk mondjuk fejlettebbek? Miért ilyen rövid az élettartamunk? Tehát miért nem élünk mondjuk 1000 évig? Tehát például tudják azt, hogy mi az élet értelme? De majd lesz ez a kérdés is. Vagy például olyat, hogy mi a legfőbb alapelvek az életben? Hát ha csak a legfőbb alapelveket ismernék az emberek, akkor itt egy etikus világ lenne. Mert a legfőbb alapelvek azok etikai elveken működnek. Etikai alapelveken. Például, mint mondok egyet. Hányszor tettél például olyat mással szembe, amit nem szerettél volna, hogyha veled tettek volna.
gondold végig. Tehát például egy alapelv, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Vagy hányszor tettél mondjuk olyat, ami a többség érdeke ellen volt. Mert van egy ilyen szabály, hogy olyat ne tegyél, ami a többség érdeke ellen van. Vagy például hányszor nem tettél meg olyat, amit bezzeg te szeretted volna, ha veled megtettek volna. Vagy mondjuk hányszor tettél olyat, hogy nem tettél meg olyat, ami a többség érdekét szolgálta volna. Na most ma a bolygón az emberiség nagy része mulasztás ártótetben van. Tudod miért? Mert nem tesz meg olyat, ami a többség érdekét szolgálná. Tudod, mi az, ami a többség érdekét szolgálná? Minden személy esetében. A többség érdekét az szolgálná, hogyha az egyén fejlődne. Az a többség érdekét szolgálná. A saját érdekét, tehát azzal, hogyha valaki fejlődik, azzal szolgálja a saját érdekét, és az emberek többségének az érdekét. Na most ezt, tehát egyszerre két etikai szabályt szolgál az, hogyha valaki fejlődik. És a bolygón a legtöbb ember, az emberek zöme, az emberek túlnyomó többsége nem fejlődik. Szellemileg. Tehát két, hirtelen két égi alapelvet, etikai alapelvet sért. Kettőt. Mert nem tesz meg olyat, ami a saját érdekét szolgálná, nem tesz meg olyat, ami a többség érdekét szolgálná. Tehát az, hogy valaki fejlődjön, az a saját érdekének szolgálata, és az, hogy valaki fejlődjön, az azért a többség érdekének a szolgálata, mert annál kevesebb kárt okoz másoknak, és annál több hasznot okoz másoknak. Ha valaki fejlődik, annál kevesebb kárt okoz önmagának is, és másoknak is. Minél tudatlanabb egy ember, annál több kárt okoz önmagának, és másoknak egyaránt. Tehát ma a bolygó nagy része úgy, hogy azt gondolja, hogy ő egy jó ember, én olyan fantasztikusan jó ember vagyok, ezt gondolják, közben élből két ártótetben benne van, két mulasztásban, ami ártótett. Tehát ma a legnagyobb bűn a bolygón pont a mulasztás. És nehogy valaki azt gondolja, hogy az ártótetnek nincs következménye. Tehát bármilyen ártótettet elkövet egy ember, annak következménye van, önmagára nézve. Ami azt jelenti, hogy ő saját maga annak az ártótettnek az elkövetésével, tehát a mulasztás is még egyszer mondom ártótett, olyan energiákat indít el, ami önmagára visszacsapódik. Tehát most mondok egy példát. Azzal, hogy egy ember nem fejlődik, és tudatlanul éli az életét, és hibát hibára halmoz, elsősorban kinek okoz problémát vele? Saját magára. Tehát minden problémád, amit az életedben létrehoztál, abban benne volt a kezed. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy bármilyen probléma ért, nem csak létrehoztál, bármilyen probléma ért téged. Azt tudti, hogy a tudatlanságot következménye volt. Ez hold biztos. Tehát az emberek honnan képzelik azt, hogy nem kellene fejlődniük? Hát onnan, hogy a média eléri azt, hogy az önfejlődés az emberek számára egyáltalán ne legyen fontos, vagy ne legyen rá idejük.
az önfejlődésre. Pedig az önfejlődés a legeslegfontosabb dolog, amit ezen a bolygón egy embernek el kellene követnie. És ez az egyetlen dolog, amit végig kellene csinálni az életünk során. Szellemi síkon. Szellemi síkon. Most nem fizikai síkon mondom. Napi szinten kellene csinálni az önfejlődést. Napi szinten. És nem 5 percben. Az embereknek fogalmuk nincs, hogy azért születtünk, hogy szellemileg fejlődjünk végig, ameddig csak élünk ebben a testben. Végig. Tehát, hogyha valaki ezt megcsinálná, hogy végig szellemileg fejlődik, tudod, milyen következménye lenne? Például nem betegeskedne. Lassabban öregedne. Akkor rendben lennének a kapcsolatai, az emberi kapcsolatai. Sokkal boldogabban élné az életét, mint az embertársai. Sokkal. Sokkal stabilabb személy lenne. Sokkal teremtőbb lény lenne ezen a bolygón, mint a többi. És akkor az emberek azt gondolják, hogy nem fontos az önfejlődés. Hát ezt nem is kellene mondani az embereknek, hogy szellemi szempontból a legeslegfontosabb dolog, ami csak létezik, az önfejlődés. Annál fontosabb dolog szellemi síkon nincs, mint az önfejlődés. Persze az emberek azt gondolják, hogy itt van a testünk, lássuk el, etessük, itassuk, ruházzuk, stb. Legyen kényelmes életünk, nem? Az a testnek kell. Ez mind testi szükségletek kielégítése. És akkor az a legtöbb ember teljesen el van a testi szükségleteinek a kielégítésével. És akkor mire megöregszik? Olyan, mintha nem is lenne benne lélek. Megnézed? A legtöbb idős úgy működik, mintha nem lenne benne lélek. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy működik, mintha egy ilyen automata lenne. Érted? Egy automata gép. Tehát ugyanazt csinálja napi szinten. Kreativitás nulla, alkotás nulla, teremtés nulla. Csak a szükségletei vannak kielégítve, beszélsz hozzá, és olyan, mintha nem is hozzá beszélnél, mint mondjuk a falnak beszélnél olyan. Megbeszélsz vele valamit, másnap már nem is emlékszik rá, hogy te beszéltél arról a dologról. És a legtöbb idős ember így működik. Így működik. Hála Istennek, vannak kivételek. Vannak kivételek, de azok a kivételek, akik foglalkoznak a saját szellemükkel. Mondok egy példát, jó? Hát tudjátok-e, biztos, hogy Einsteint mikor meghalt, fölboncolták, és minden porcikáját megvizsgálták. És a testének minden része el volt öregedve, kivétel egy, az agya. Az agya az valami 30-valahány éves embernek felelt meg. Az agya, az nem öregedett el. Érted? És a legtöbb idős embernek megnézed, az, hogy mintha nem is lenne agya. Komolyan? Mintha egy gép lenne. Mintha egy agyatlan gép lenne, amely a szokásai szerint működik. Érted? Mint mondjuk egy állat, nem is egy gép. Talán az a legjobb összehasonlítás, mintha egy állat lenne. És az állat a szokásai szerint működik. Gondolkodás olyan, mintha nem is létezne számára. De nehogy már valaki azt mondja nekem, hogy az gondolkodás, hogy nézi a tévét. És utána arról beszél, hogy mit látott a tévébe.
Hát régen, amikor én gyerek voltam, akkor volt nekem nagymamám, meg nagypapám. És például a nagypapám, ez valami 87 évesen halt meg, és pesti nagypapa volt, és hát ő idősként is szellemileg toppon volt. Tehát idősként is, ő nem ilyen automata, vagy ilyen állatszerű lényként működött, aki nem gondolkodik, képes volt, és az életének az utolsó fél évében épült le szellemileg. Most elkezdik a leépülést az emberek olyan 50 év környékén, szellemileg. És akkor szépen így mennek lefele. Hát úgyis, ha például beszélsz, mit tudom, ilyen 50 év körüli emberekkel, akkor mit fogsz tőlük hallani? Hát alig várom, hogy nyugdíjas legyek már! Aha, és akkor mit fogsz teremteni, drága csillagom? Akkor miért élsz, ha nem teremtesz? Ha nem alkotsz, nem hozol létre, akkor miért élsz? Minek? Mi nem állatok vagyunk, hogy az ilyen kötelező, mit tudom én, ilyen fejlődést megcsináljuk, hogy eszünk, iszunk, pihenünk, meg van utódunk, aztán le van fütyülve az egész. Ma az állatok ezt csinálják. Mi nem állatok vagyunk. Mi a lények, amelyek képesek teremteni, alkotni, létrehozni dolgokat? És miért számít az, hogy valaki hány éves? Ha minél idősebb, elvileg annál okosabb, nem? Elvileg kellene lenni, így van. Nem? Minél idősebb, annál tapasztaltabbnak kellene lenni, nem? Nem így van? És annál könnyebben tudna az ember teremteni, létrehozni, alkotni, mert ott van a tapasztalat, a tudás, nem? Nem így kellene lenni? És így van? Hát egyáltalán nem. Hát megnézed az idősek nagy részét, siratják a múltukat. Van az egyik mondás, az a bezzeg az én időmben, nem? A másik az, hogy bárcsak megcsináltam volna ezt, meg azt, meg amazt. A harmadik az, hogy milyen jó volt akkor, meg ekkor, meg amakkor, nem? És most nem jó. Hát ha az ember használná azt, ami itt belül van, hát ugye akkor tudná használni, hogyha ezt gyarapítja. Ha ezt nem gyarapítja, hát most képzeld el, az ember nem gyarapítaná csecsemőkortól a tudását. Akkor tudná járni, beszélni, enni, stb.? Nem. Akkor úgy működnél, mint egy csecsemő. És valahogy megnézzük, minthogyha olyan csecsemőkor felé fejlődnének az idősebb emberek, nem? Hát szó szerint nem fejlődnek, hanem visszafejlődnek. Tehát elhitetik vele, mert a szomszéd is ezt csinálja, meg az összes barátja is azt csinálja, hogy az a normális, hogy nem fejlesztjük magunkat, majd a tévé fejleszt minket. Nem? Vagy nézzük meg, ne csak az idősebbekről beszéljünk, a fiatalokról. Na nézzük meg a fiatalokat is. Hát egy fiatalnak az az életforma, hogy mondjuk emberi kapcsolatok helyett, mondjuk a számítógép előtt ül, és virtuális világba helyezi magát, a való világgal szemben, a valós világgal szemben, mert ugye a való világgal összekeverjük. Tehát a valós világgal szemben fogja és bebújik egy virtuális valóság mögé, és akkor úgy adja el magát az interneten keresztül, ahogy akarja. Érted? És akkor csak véletlenül se találkozzanak vele, mert akkor kiderül, hogy szellemileg sehol nincs. Érted? És ha véletlenül találkozik valakivel, akivel ott csetelt az interneten keresztül,
akkor rögtön rájönnének, vagy rájönnek, hogy szellemileg hol tart. Hát most gondoljunk bele, hogy a világ az emberi kapcsolatokról szól, nem? A fejlődés akkor jön létre, ha az emberek egymástól tanulnak, nem? Hát kitől kéne tanulni? Az állatoktól? Hát nehogy ma az állatoktól tanuljunk. Hát talán egymástól, nem? Hát de az ember nem találkozik egymással. Na hogy lehet tanulni? Nem? Virtuális valóságba? Hát menj már föl a Facebookra, azt nézd körül, mekkora baromságok vannak rajta. Mondjuk 100 megosztásból egy értelmes találsz. Talán. Egyet. Mondjuk akkor 1%-nyi értelmes dolog van fönn. És akkor melyik van nagyobb befolyással az emberre vajon? A 99 vagy az 1? Hát nem kérdés. Hogy a 99? Nem az 1. A 99. Hát nyilvánvaló. És akkor onnantól kezdve mondjuk egy értelmes dologgal találkozik valaki. Honnan tudja azt, hogy az értelmes? Honnan tudja? Hát eleve elvész a 99 között, nem? Mennyi esélye van rá, hogy pont akkor kapcsolja be, amikor az értelmes dolog pont megjelenik? Hát van 1% esélye rá, érted? Mert ugye a 99-nek 99-szer akkor az esélye, hogy megjelenjen előtte, mint pont egy értelmes dolog fog előtte megjelenni. Hatékonyság coachképzésünk van a második részben. Olyan dolgokat fogunk tanulni, hogy az élettel kapcsolatban, hogy szó szerint még le fog esni az állatok. Még két alkalom van, még kettő, de ezeket az álleeséses dolgokat tuti, hogy bele fogom rakni. És olyan egyszerű módszerek lesznek. Például, mondok egy egyszerű dolgot. Az energiahiányt. Hogy hívják az energiahiányt? Hogy szokták mondani? Tehát mikor az embernek nincs energiája. Nem fáradtság, más nyelven. Kimerültség, köszönöm szépen. Kimerült. A kimerültséget hogyan lehet megoldani, mondjuk pitty-putty? Nem. Érted? Olyan egyszerű módszer van rá, és egyszerűen az emberek nem is tudják. És pitty-putty megoldja, mit tudom én, mondjuk 20 perc alatt a kimerültséget. 20 perc alatt. Érted? Vagy például mondjuk, nem tudom, tudjátok-e, hogy az emberek, ugye fogja a mobiltelefont, éppen ez nem az, és akkor ott nyomkodja. És ha megnézed a mobiltelefont, milyen közel nyomkodják az emberek, hát mondjuk egy 30 centire, 30-40 centire, nem? Mintha olvasna. Tehát a könyvet is a 30-40 centiről szoktuk olvasni, nem? Úgy durván. Na most ez azt jelenti, hogy előidézi a rövidlátást. Szó szerint. Az azt jelenti, hogy aki sokat csinál ilyet, bármilyen munkát, vagy nyomkod, vagy közelre néz, az rövidlátó lesz. Például, hogy lehet ezt megoldani? Érted? Nem. Sokkal egyszerűbb módszere. Nagyon egyszerű dolgok vannak. Az emberek nem kapnak azért módszert, hogy például kimerült legyen, hogy utána depressziós legyen, és utána lehessen őt gyógyszerezni. Kimerült legyen, ezáltal a szervezete elkezdjen lehangolódni, elromlani, gyógyszerekre legyen szüksége, és kiszolgálja a gyógyszeripart mondjuk.
Érted? És a pofon egyszerű módszereket az emberek nem tudják, ezért nem is tudják használni. És direkt úgy csinálnak meg mindent, érted? Hogy az ember az rászoruljon a fogyasztói társadalom valamilyen szegmensére. Érted? Az lehet, hogy éppen a optika, hogy szemüveg kell neki, de lehet, hogy a gyógyszer, mert gyógyszer kell neki. Teljesen mindegy. És akkor mondhatnátok most nekem, hogy hát de nekem is van szemüvegem. Aha, igen, ám csak nekem másfél éves koromtól. Ami azt jelenti, hogy szemtengely ferdülésem volt, és egyszerűen ráírtak 8,5 dioptriás szemüveget a szememre, úgyhogy láttam, csak szemtengely ferdülésem volt. Amit kinőttem volna. Érted? Mert a szüleim tudatlanok voltak. És hallgattak a hülye szemorvosra. Na nem azt mondom, hogy minden szemorvos hülye, most nehogy félreértsétek. Csak az akkori hülye szemorvosra, az az egy volt hülye. Így van. De most képzeld el, egy szemüveget ráraksz egy normális szemre, amelyik jól lát, érted? Főleg egy 8 diopriást. Az nem kell egy pár hónap, és tönkrement az illetőnek a szeme. Vagy sőt, egy pár hét, vagy egy pár nap gyakorlatilag. És tönkrement az illető szeme. Persze. És nem, mit tudom én, mint amit szoktak mostanában, hogy hát fölírnak egy fél dioptriát, vagy más felett, 8,5 írtak föl, élből. Érted? Hát bukdácsoltam, amikor fölírták a szemüveget, de a szüleimnek észre se vették, érted? Hogy valami nem stimmel, mert hát az orvos mondta. Hát az orvos az tudja, hát hogyne. Na most, például mondjuk szeretnél egészséges lenni. Ezt úgy oldották meg sok ezer éven keresztül az emberek, hogy voltak olyan emberek, akik értettek a gyógynövényekhez. És akkor tanácsot kértek azoktól, illetve segítséget kértek azoktól, akik értettek a gyógynövényekhez. És a legtöbb betegséget kezelték gyógynövényekkel. A szocializmusban, amikor éltünk, ugye a szocializmusban felnőttként már, akkor ugye nem nagyon volt semmi olyan irodalom, hogy utána nézhettél volna annak, hogy a különböző gyógynövényeknek milyen hatása van. Melyik gyógynövény mire jó? Mi célt szolgál? Ezt nem lehetett megnézni. Sőt, körülbelül még 10-15 évvel ezelőttig sem tudtál utána nézni. Lehet, hogy könyvek voltak róla. Érted? De elég volt ilyen könyveket is beszerezni, meg megtalálni és beszerezni. De az utóbbi 10-15 évben gyakorlatilag minden ilyen téma felkerült az internetre. És az emberek még azt a fáradtságot se veszik, hogyha van valami betegsége, akkor utána nézzen annak, hogy milyen gyógynövény gyógyítja azt a betegséget. Hanem mit csinál? Fogja, szalad az orvoshoz, érted? És akkor fölír neki olyan gyógyszert mondjuk, mit tudom én, most mondok valamit mondjuk a a megemelkedett cukorra, érted? Fölír egy olyan gyógyszert, ami leállítja az ő hasnyálmirigy működését. És a maga a gyógyszer az próbálja leszorítani a cukor problémát. Csak egy példát mondtam. És az illető meg gyakorlatilag a hasnyálmirigy működése lelassul, vagy meg is áll, és akkor onnantól kezdve még él lehet gyógyszerezni.
így de szuper. Vagy mondok egy másik példát, felszalad a vérnyomása, nem nagyon, mit tudom én, 160. Érted? Az orvos meglátja, jaj, atyaisten, gyógyszer kell rá. 160-ra. És az illető, aki tudatlan, hiszékeny, tudatlan, fogja és elkezdi szedni. És lehet, hogy csak annyi volt a problémája, nem, hogy az elejében egy-két helyen lerakódás keletkezett. És a megemelt vérnyomásnak az lett volna a szerepe, hogy kipucolja az eret a nagyobb nyomás. Ó, de hát nem, hát nem tudja kipucolni, mert lecsökkentették a vérnyomás csökkentővel. Ezáltal ér, fal, lerakódások keletkeznek a szervezetben. Hát basszus kulcs, hát fogja az ember, ott van az internet, arra való, hogy utána nézzen az ember a dolgoknak. Nem a szórakoztatásra való, hanem az információra való. Például az is egy információ, hogy mit tudom, elindulsz reggel, hogy délután várható eső. Ezt is megmondja az internet. Tehát az információ szolgáltatást tudja nyújtani, érted? Jó, keresgetni kell egy kicsit. Tehát például annak utána néz, hogy mondjuk a magas vérnyomásnak mi az előzménye, nyilván kell egy kicsit kutakodni. Vagy például, hogy a cukor problémát hogyan kezeld mondjuk gyógynövénnyel, vagy a magas vérnyomást, nem a, most nem a 220-ról beszélek, meg nem az olyan cukor problémáról, amely felszaladt, aztán majd nem belehal. Érted? Most nem ezekről beszélek. De ez nem is így alakul ki. Az azt jelenti, hogy van egy fokozatosság. Tehát például egy magas vérnyomás nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. Egy cukor probléma nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. Hanem idő. Nem, legtöbb esetben nem is hónapok, hanem évek kialakulása. És az illetőnek lennének előzményei. Például ilyen, hogy fáradékonyság. Például olyan, hogy nem úgy működik, mint előtte. És akkor azt mondja, hát azért nem úgy működök, mint előtte, hát mert idősödök. Hát az idősödésnek csak egyetlen jele van. Az, hogy gyengébb vagy. De akkor meg fogjad, ezt edzed magad. És akkor visszaerősödsz. Érted? Meg annyi, hogy ráncosodsz. Tehát kevésbé tudja feldolgozni a vizet a szervezet. Ezért például idősként több vizet kell inni. Mert nehezebben dolgozza fel a szervezet a vizet. És kevésbé építi be a vizet a szervezetbe. Ezért idősként több vizet kéne fogyasztani. Erre mit csinálnak az idősök? Kevesebb vizet isznak, mert többet kell pisíni. Hát persze, ha több vizet iszunk, akkor többet kell pisilni. Hát egyértelmű, nem? Vagy mondok valakit, valaki, mit tudom én, nem iszik elég vizet. Miért nem iszik elég vizet? Hát, hogy ne kelljen menni pisilni. Miért ne kelljen menni pisilni? Mert a munkahelyen nem tud elmenni pisilni akkor, amikor ő akarna. Mert a munkahelyen meg van határozza, hogy mikor mehet ki még pisilni is. Hát tudod, ki dolgozna ilyen munkahelyen? Akinek 6 anyja van, az. Én biztos nem. Soha nem is dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nekem meghatározták volna, hogy mikor mehetek kipisilni. Egy ilyen hely volt, a katonaság. Az volt az egyetlen hely, ahol meghatározták, hogy na most mehettek pisilni. Soha előtte, utána. Érted? Hát meg az általános iskola, meg a középiskola, tudod, na ott sem mehették kipisilni. Ha csak nem nagyon kellett.
Hát de úgy látszik, emberek hozzászoknak ilyenhez, és inkább kevesebbet isznak. És akkor csodálkoznak, hogy mindenféle bajuk lesz. Van egy csomó olyan ember, akinek azért emelkedett meg a vérnyomása, mert kevés folyadékot iszik, és besűrűsödött a vére. Erre elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja neki, hogy szedjen vérhigítót. Anyád az. Az szedjen vérhigítót. Hát azért sűrűsödött be a vére, mert kevés folyadékot iszik. Nagyon egyszerű megállapítani, hogy mennyi folyadékot iszik valaki. Milyen színű a vizelet. Ha csak nem fehér, na akkor elég a folyadék. Így van, mármint színtelen, így van. Tehát ha a vizelet csak nem színtelen, na akkor elég folyadékot iszol. Ezt lehet látni. Beadod a vizeletedet, és akkor ott vannak a, tudod, a más emberek vizeletei. És akkor ha tiéd sokkal világosabb, mint a többi, akkor rendben vagy. És érdekes oda megnézed, és az emberek vizelete ott tök sötét. A legtöbbé, érted? És alig van olyan, amelyik világos. Ez mindig is így volt. Én ez nekem gyerekkoromtól föltűnt. És ilyen egyszerű dolog, hogy vízfogyasztást. Azt mondja, hogy megkérdezem, hogy mennyi vizet iszol? Ó, hát én iszok, hát iszok. Naponta 3-4 liter. Aha, és mit? Levest, meg sört, meg üdítőt, meg minden istennyilát, érted? Na azon kívül kéne innod 3 liter vizet. Na azon kívül. Mert az nem víz, hanem folyadék. Vannak olyan emberek, akik nem is isznak vizet. Nem is isznak vizet, mert azt mondják, hogy én sört iszok helyette. Vannak ilyenek. Na most az ilyeneket megnézed, akkor nézd meg, hogy meddig élnek. Jó, én ismertem ilyen szemét. 50 éves korában halt meg, vagy mikor. Aki azt mondta, hogy de, hogy iszok én vizet. Ah, meg is halt 50 évesen. Tehát gondold végig, itt vagyunk a világban, itt az internet. Az ember, ha módszereket nem is, de információkhoz, módszerekhez nem is, de információkhoz hozzájut. Mert ezek információk. Hogyha fölment a vérnyomásod, akkor kezdj el vedelni a vizet. Ennyi, szó szerint. Vagy mondok egy másik dolgot. Van egy ilyen egyszerű dolog, hogy az embereknek ízületi problémáik vannak. Az ízületi probléma akkor alakul ki, hogyha hozamosabb ideig kevés vizet fogyasztasz. Tudod miért? Mert az ízületeidben, a porcaidban kevés víz, tehát a forgó részeknél kevés víz van a porcaidban. Tehát szépen elfogy a porcaidban a víz. És kiszárad az ízületed, térfogatilag ezáltal csökken, és kopni is jobban kopik, mert hiányzik a folyadék a csúszáshoz, és kialakul az ízületi probléma. Az embereknek fogalmuk nincs erről, érted? Fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs. Hanem mi a megoldás ilyenkor? Hát menjünk orvoshoz. Az orvos nem tudja megoldani, hát akkor operáltassuk meg magunkat, nem? Nem az a megoldás? Egyre több az ilyen operáció. Nagyon király, mert ugye most a lakosságot hozzászoktatják az operációhoz, és jövő évtől az operációs, a nagy része az fizetős lesz. Vagy, ha nem akarod, hogy fizess, akkor pedig biztosítást kell fizetned. Érted? Ugyanis az egészségügyben azt mondják majd, hogy jó, jö, hát 3 év múlvára van időpontom.
Nem vicc, ez komoly. Tehát most alakítják ki azt a rendszert, hogy maga az az egészségügy, ahol téged azonnal normálisan ellátnak, az biztosítási alapon működjön, és aki nem fizet havonta x ezer vagy tízezer forint biztosítási díjat, az nem kap szolgáltatást, csak az állami egészségügytől, az pedig azt mondják, hogy majd gyere vissza, tudom, fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy két év múlva, vagy három év múlva, műtetek még jó soká. Ezt most alakítják ki. Na most, hát vagy nem. Hát most gondolj bele, aki mondjuk nem iszik elég vizet, mert mondjuk idős, mert mondjuk ki kell menni pisilni. Hát az gyógyulni fog? Hát mitől? Mitől? Ugye tudjuk jól, hogy az emberi szervezet hogy működik. Például úgy, hogyha túlterheled, akkor elhasználódik. Ezt ugye tudod jól. Tehát idő előtt elhasználódik. Ha túlterheled, idő előtt elkopik. Ugye ezt tudod jól. Mit jelent a túlterhelés? A túl nagy súly, vagy a túl sok mozgatás? Terheléssel történő mozgatás. Óriási kopás. Ez olyan, mintha a csapád csak szépen lassan forog, akkor baromi sokáig elműködik. De azt a csapágyat nagy fordulaton forgatod, és rendszeresen pörgeted, az bizony elkopik, még akármilyen csapágyról legyen szó, akármilyen kenőanyag van közte. Érted? Na ugyanígy működik az ember szervezete. Akármilyen jól csinálsz mindent, ha túltereled a szervezetedet, az elkopik. És majd milyen világot élünk? Mindenkinek azt mondják, hogy sportoljon. Na akkor kérdezem én. A múltban a lakosság hány százaléka sportolt? Mondjuk nem a szocializmusban, még azelőtt. Mikor a tömegsportot nem vezették be. Ugye az a 20. század elejétől vezették be a tömegsportot. Előtte hány százaléka sportolt? Hát senki gyakorlatilag. És volt ízelőtti problémáik? Nem. Azt sem tudták, mi az. Érted? És akkor most azt mondják, hogy mindenre az a megoldás, hogy sportolj. Minél többet. Aha, koptasd magadat, persze. Hát eleve a sportolsz, terhelés alatt vagy. Mert lehet úgy mozogni, hogy nincs terhelés. De ma van olyan sport, ami terhelésmentes mozgás? Nincs. Nincs. Ha csak nem tudatosan valaki ilyet csinál. Úszás? Hát az meg ízületi problémákat okoz, a hideg víz. Mert meleg vízben meg hogy úszol? Az meg kikészíti a szívedet, meg begyulladnak az ízületek, így van, a meleg víztől. Tehát hideg vízben lehet csak úszkálni, az meg ízületi problémákat okoz, a hideg. Tehát most nem azért az egy-két forint, csak úgy kérdezném, az úszást azt mondjátok, persze jó az úszás, csak úszásra vagyunk kitalálva? Van kopoltyunk? Vagy úszonyaink vannak? Nem, akkor felejtsük el, jó? Ugyanez, mint a biciklizés. Aha, tehát erre a mozgásra lették kitalálva. Biztos, nem? Hol? Hol bicikliztek sok ezer éven keresztül az emberek? Mesélj már nekem. Erről van szó. Hát ha bármi olyan mozgást csinálsz, ami nem természetes, az kikészít. Ha nem természetes mozgás, kikészít. Például akkor mondok valamit. Szerinte ki az, aki úgy gondolja, hogy a nők alkata, hát persze az ilyen deszkanők alkata valószínű, de a nők alkata a futásra lett kitalálva. És akkor futkározzanak a nők is. Hát ki volt ez az elmebeteg, aki ezt kitalálta, hogy a nők futkározzanak? Soha életben nem futkároztak a nők. Miért a nők vadásztak? Nem. Nem. Mit csináltak a nők? Gyűjtögettek, nem? Hát a gyűjtögetést meg nem futtába kell csinálni. Hát már akkor nem tudnak összegyűjteni semmit.
Hát kik szaladgáltak? Férfiak, nem? Férfiak azok szaladgáltak. De nem egyfolytában. Hát időnként a muszáj volt, nem? Ha menekülni kellett, nem? Vagy hát valamit meg kellett támadni és üldözni kellett. Akkor futottak. A nők sose. Hát a női akat az nem a futásra van kiképezve. Kitalálva, inkább úgy mondom. De a férfi se arra, hogy állandóan rohangáljon, mint a izé. Érted? Ő sem. Hát ha állandóan túlterheljük a szervezetünket, akkor kikészül. Nem lehet túlterhelni. Lehet mozgatni úgy, hogy az nem túlterhelés. Lehet úgy is mozgatni, hogy nulla túlterheléssel. Mint ahogy például a gyerekek szokták csinálni. De most nem mesélem el, hogy a gyerekek ott szokták csinálni. De ez már képzés rész, mert ez már módszer. És lényeg az, hogy mit csinálnak az emberek. Azt mondják, hogy sokan laknak lakásba. És akkor ennek kapcsán hát mozogni kell. És akkor mennek sportolni. Mert az a mozgás. Így van. Hát csak az a túlterhelés van. Érted? Az a baj. Tehát a konditeremmel túlterheli az ízületeket az illető. Hát ugye mit csinálnak mások emberek, mondjuk akik családi házban laknak és van kertjük. Hát valami olyasmit csinál a kertjével, hogy ne nagyon kelljen ott dolgozni, vagy van kertész, és akkor ő is elmegy sportolni. Na most akkor kérdezném azt, hogyha így már megnézzük és anyagi szempontból nézzük, tehát az anyag, bocsánat, az anyag szempontjából nézzük, akkor az ember olyat csináljon, ami hasznos, nem? Nem? Nem azt kéne csinálni, ami hasznos? Hát ha fizikai energiát fejtünk ki, akkor legalább valami olyat csináljunk, ami hasznos. Például, ha van kert, akkor kapáljunk. Fizikai energia az is. Ássuk fel a kertet, hogy mit tudom én. Érted? Vagy gyomláljunk. Az is mozgás, mert hajolgatni kell. Érted? Tehát csináljunk olyan dolgokat, aminek van haszna. És ha fáradtak vagyunk, akkor meg hagyjuk abba. Így van. Ha kifárad a szervezet, akkor hagyjuk abba. De akkor annak van haszna. És mit tudom én, kikapáljuk a gazt, annak van haszna. Mit tudom, megkapáljuk a paradicsomot, annak is van haszna, mert akkor tud nőni a paradicsom. Nem? Hát olyat csináljunk, aminek van értelme. Hát van értelme, nem tönkretesszük magunkat. Egy az, hogy kidobjuk a pénzt a konditeremre, tudod? A másik az, hogy túlterheli az ember a szervezetet. Fizet azért, hogy hamarabb tönkre menjen a szervezete. Hú, de szuper! Nagyon szuper! Szóval itt vagyunk egy világban, egy olyan világban, ahol igenis utána lehetne járni az információknak. A módszereknek nem. A módszerek azok általában el vannak titkolva. Vagy a módszerekért fizetni kell. A módszerek a legtöbb esetben nem olcsók. Én módszerekkel tanuló személy vagyok 91 óta. Engem nagyon érdekelnek a módszerek 91 óta. Mindig világéletemben érdekeltek, de akkor kezdtem először módszerekhez jutni, 91-től. Hát az nem most volt azért, mert 28 éve. És gyűjtöm a módszereket. És több millió forintot fizettem ki, nem keveset, mondjuk egy kisebb ház árát módszerekre. Na azóta a módszerek még drágultak. Most már egy nagy ház árát kell kifizetni a módszerekre, úgy általában.
És akkor azt csináltam, hogy mivel 91-től szervezek embereket, és 91-től van saját csapatom, bármilyen módszert tanultam, azonnal elkezdtem átadni. Azonnal. Kinek? Kizárólag a csapatomnak. Kizárólag a csapatomnak. Miért a csapatomnak? Nyilván valamilyen szinten a családomnak is. Tudjuk jól, hogy az ember nem lehet proféta a saját hazájában. Tehát én is így vagyok ezzel. Tehát elsősorban olyan embereknek, akik nyitottak voltak a módszerekre. Érted? De azért, hogy etikus legyen, ezért, ha te úgy adsz valakinek valamit, hogy az nem ad érte cserébe semmit, akkor egy idő után ott fog téged hagyni. Érted? Tehát egy etikus ember, ha úgy kap, hogy nem ad cserébe semmit, akkor egy idő után attól, aki kap, azt ott hagyja. Mert az etikája nem engedi, hogy tovább kapjon, és ő ne adjon cserét. Ha egy olyan emberrel találkozol, aki elvárja, hogy kapjon, és nem ad érte cserébe semmit, az tud, hogy nem etikus. Az egy etikátlan ember. Ezért, mivel én ezt tudom, hogy így van, és régóta tudom, ezért én úgy alakítottam ki a rendszerünket, hogy legyen csere. De ne olyan csere, amit az emberek nem tudnak adni. Hanem olyan csere, amit az emberek minden további nélkül tudnak nyújtani. És ez a mi rendszerünkben, ez úgy van kialakítva, hogy a módszereknek ára van. Ugyanis nem egy konkrét módszernek van ára, hanem a konkrét módszerekre alapuló képzéseknek van ára. Tehát az azt jelenti, hogy olyan ár van kialakítva, ami a piacon bárki számára elérhető, és minden más szervezetet, amelyik módszereket nyújt, azokat verjük árban. Tehát sokkal jobb árat alakítottam ki, mint bárki a bolygón. 30 óra képzést nyújtunk, ami tele van módszerekkel, havi szinten. Minden szerda este, 6-tól 4-10-ig, és minden vasárnap 3 órától, délután 3 órától 4-7-ig. És utána pedig azoknak, akik tanulók, és sajátítani akarják ugye a technikákat, azoknak pedig lehet kérdezni, és akár módszereket tudnak még pluszban válaszként kapni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy simán több mint 30 óra tudást és módszert kapnak az emberek havi szinten. Az első hónapban óránként 660 forintért, kedvezményesen, akciósan. A második hónaptól pedig még akciósabban 330 forint óránként. De nem óradíj van fizetve, hanem havidíj. Tehát a 30 órát gyakorlatilag, ha felszorzod, akkor nem pontosan, de 19.700-ra jön ki, és nem pontosan a második hónaptól pedig 9.800-ra. Ez az akciós árunk azoknak, akik az életüket javítani akarják. Hát akik még gondolkodnak, azok max kedvezményt tudnak igénybe venni. És kedvezményes áron tudnak igénybe, tudást kapni. A kedvezményes ár ezeknek a duplája. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy ma nem találsz olyan képzést, semmilyen képzést, nem hogy módszereket átadó képzést, semmilyen képzést, ami óránként 333 forint
alatt lenne. Tehát ilyet nem találsz. Tehát általában ott kezdődnek a képzések, hogy mondjuk 3000 forint óránként. Minimum. Minimum. És miért csináljuk ezt? Tehát miért adjuk ezért az árért? Nagyon egyszerű. Mert nekünk van egy nagyon nagy célunk. De akkor csukjuk be az ajtót. Gyere be! Gyere be! Most bejöhetsz. Gyere be! Ja, nem bírod, oké. Azért csináljuk, mert az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget. Ugye úgy tudsz gyakorolni, ha van módszered. Ha nincs módszered, nem tudsz gyakorolni. Amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a céljaik elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. És a legfőbb cél a lelki fejlődés. A lelki fejlődésre. Azért csináljuk, mert egy olyan világot élünk, ahol körülbelül így működik. Ha tudatlansághoz hozzáadunk vallást, akkor kapunk egy terrorizmust. Ha a tudatlansághoz hozzáteszünk hatalmat, akkor kapunk zsarnokságot. Ha a tudatlansághoz hozzátesznek, nem mi teszünk, szabadságot, akkor kapunk káoszt. Ha a tudatlansághoz hozzáteszünk pénzt, akkor korrupciót kapunk. Ha a tudatlansághoz hozzáteszünk szegénységet, akkor bűnözést kapunk. Ilyen világot élünk. Ahol tudatlansághoz ezeket teszik hozzá. Melyiket hol? És ezt kapunk. Ilyen szuper világunk van. Tehát azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere. És mi nem tudatlanságot akarunk, hanem tudást. Érted? Tehát ha tudáshoz kerül vallás, akkor nincs terrorizmus. Ha tudáshoz kerül hatalom, akkor nincs zsarnokság. Ha tudáshoz kerül szabadság, akkor nincs káosz. Ha tudáshoz kerül pénz, akkor nincs korrupció. Ha tudáshoz kerül szegénység, az nem kerül hozzá. Ha van tudás, akkor nincs szegénység. És ezáltal nincs bűnözés sem. Tehát az embereknek tudást kell kapniuk. De a tudás elméleti tudásként édeskevés. Módszerekre van szükség. Módszerekre. Azért csináljuk, hogy az emberek képességeké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Mert egy ilyen világban nem lehet szeretetben, békében és boldogságban élni. Egy olyan világban, ahol terrorizmus van, zsarnokság van, káosz van, korrupció, bűnözés van. Ott nem lehet boldogságban élni. Ugye azt mondják, hogy demokrácia van. Nem? Nem azt mondják? Na persze. Na most, akkor inkább azt mondanám, hogy kapitalizmus van, nem? Most megnézzük, menjünk vissza mondjuk a 70-es, 80-es évekre. Akkor nem kapitalizmus volt, hanem szocializmus volt. Melyik volt közelebb a demokráciához? Nem ez a kapitalizmus. Bizonyám. Az a szocializmus, ami a 80-es években volt, 70-es, 80-as években,
az itt Magyarországon, tehát nem az egész világban, itt Magyarországon, az sokkal közelebb volt a demokratizmushoz, demokráciához, mint most a kapitalizmusotok. Mondom a hatalomnak is. És nem visszasírjuk a szocializmust, hanem itt olyan messze állunk, tehát egyre messzebb állunk a demokráciától. És egyre kőkeményebb kapitalizmus van. És egyre kőkeményebb kizsákmányolás van. Tehát ha megnézed, újabb és újabb és újabb és újabb adókat vetnek rá a lakosságra. Érted? Tehát az egy új adó lesz, hogy neked az egészségedért pénzt kell fizetni. Nem olyan rég még benne volt, meg még jelenleg is valamilyen szinten benne van, az adódba az egészségügyed finanszírozása. De hamarosan nem lesz benne. Csak egy olyan minimális ellátás, hogyha nem fizetsz biztosítást. Érted, hogy azzal mész a temetőbe. Azzal az ellátással. Tehát az egy új adó lesz. Például nem tudom, tudod-e, hogy miért csinálják azt, hogy bénítják a budapesti forgalmat. A dugódíj miatt. Na, a dugódíj egy újabb adó lesz. Az úthasználati díj is, emlékszel régen, azt mondták, hogy a benzinben meg a gázolajban benne van, nem? Hol van már benne? Minden szépen új és új adót vetnek ki, csak nem adónak hívják. Érted? Attól még benne van. Érted? Tehát újabb és újabb adót, ami azt jelenti, hogy kizsákmányolás. Érted? Tehát kizsákmányolják az adóval az embereket. Soha a történelem során a lakosság annyi adót, mint most nem fizetett. Soha. Se a középkorba, se az újkorba, se a szocializmusba, semmikor. Tehát soha életben nem volt ennyi adó, tehát nem volt ilyen szintű kizsákmányolás. Soha nem vált el ennyire a gazdagok és a szegények életszínvonala, mint manapság. Soha. A gazdagok soha nem voltak ennyivel, soha nem volt ennyivel több vagyonuk, mint most az átlagembernek. Tehát az arányok tolódnak, húzódnak szét. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan, hogy jómódú középréteg, az lassan nem lesz. Olyan lesz, hogy a gazdagok, meg a többi. És a többiben meg lesznek a szegényebbek, vagy a egész szegények. Tehát az azt jelenti, hogyha egy réteg gazdagodik, méghozzá extra módon, az tudti, hogy kizsákmányolás. Hát azt mások rovására teszi, az nem kérdés. És csak úgy tudja, hogyha őket kizsákmányolja. Tehát ébresztő, drága állampolgárok! Kizsákmányolnak benneteket. Méghozzá extra módon. Azért csináljuk, hogy az emberek képessé váljanak, tehát szeretetben, békében és boldogságban élni a Földön. Belátható időn belül aranykor lehessen. Mi az, hogy aranykor? Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Mindenki a képességei szerint teszi a dolgát. Nem
Tehát a fizikai munkát azt ne 8 órába képzeld el, hanem mondjuk max 3-ba. Most képzeld el, a mai tudatlanság mellett az emberek max 3 órát dolgoznának. Akkor mit csinálnának a maradék felszabadul idejükkel? Hát hogy nem jót csinálnák, az biztos. És akkor mi lesz a felszabadó idővel? Azt úgy hívják, hogy szellemi fejlődés. A felszabaduló időben az emberek egymást fejlesztik. Nyilván az fejleszt embereket, akinek több tudása van. És azt fejleszti, akinek kevesebb tudása van. Nyilvánvaló. Ilyen mindig is lesz, amíg a világ, hogy egyeseknek több tudása van, másoknak meg kevesebb, és a több tudású átadja a tudását a kevesebb tudásúnak. És ez nagyon sok szinten van. Nincs szükség hatalomra. Nem lesz bűnözés. Nem lesz kizsákmányolás. Nincs szükség adóra. Oké? Okay? Sőt, még a pénzre se lesz szükség. Tehát ez nem kommunizmus, meg nem utópia. A világegyetemben rengeteg lakott település van. És csak itt van pénz. Érdekes módon máshol nincs szükség pénzre. És mégis élnek. Jobb szinten, mint mi. Tudod, miért kell pénz? Hogy egyeseknek több hatalmuk legyen. Ezért. Semmi más oka nincs. Azért kell pénz, hogy ne a képességek alapján legyen valaki több és jobb, hanem a pénze alapján. Érted? Mert amikor nem volt pénz, akkor minél nagyobb képességgel rendelkezett valaki, minél több képességgel rendelkezett valaki, annál magasabb hatalmi pozícióba volt. A mai világban ez nem így működik. Egy számít, hogy mennyi a lóvé. És akkor pozícióba van. Érted? Nem számít, mennyire hülye. Az nem számít. Sok pénze van, lehet akármilyen hülye. Hatalmat adunk neki. Van egy ilyen film. Egy hót hülye embert kiképeztek a választásokra, és meg is választották. Tényleg. És körülbelül 3 hónap alatt kiképezték. 3 hónap alatt. Érted? Nem volt jó képességű. Ennyi kell hozzá, hogy valaki választást nyerjen. Tudod, mi a választási nyerés? Marketing. Semmi más. Az tisztán marketing, meg annyi, hogy megtanult szónokolni. Ennyi. Mert az kell hozzá. Érted? Ennyi. Ennyi kellett hozzá. Ezt meg megtanulta 3 hónap alatt. Azt hiszem, fönn van az oldalon, de nincs, akkor fölteszem, nem gond. Jó, a weboldalunkon. Fejből meg nem mondom. De mondom, ha nincs fönn az oldalon, akkor fölteszem. Tehát arról szól, hogy pár hónap alatt kiképeztek egy olyan embert, aki megnyerte a választást. Tehát volt egy jelölt, és az ellen nem tudtak senkit kiállítani, és kerestek egy hülyét, szó szerint. És pár hónap alatt kiképezték, és megverte a választásokon. Nem kellett azt csalni, ezt simán meg lehet csinálni. Simán meg lehet csinálni. Hát most gondold végig, mit tudom én, egy jött-ment, fogja, és jól marketingezik az interneten, és már volt rá példa, hogy megnyerte a választást az interneten keresztül. Tehát ami azt jelenti, hogy az interneten olyan bázist ért el, hogy megnyerte a választást. Nem tudom, melyik országban volt.
Simán meg lehet csinálni. És mit tudom, egy fél évvel ezelőtt azt se tudták ki az. Tehát ugye vannak olyan emberek, akik ilyen, tehát jól tudnak beszélni emberek előtt. Ő simán meg tudják valamit csinálni. Nem félnek az emberektől kiállni akár. Meg tudják csinálni vele. Mert a PPA-nál van egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPA ez egyetlen lehetőség. Azt mondhatnánk, hogy ez nagy képűség. Jó, akkor én megmondom, hogy az élettel kapcsolatban, illetve az ember működésével kapcsolatban, mondjuk az elmúlt 9 évben nem tudtak föltenni olyan kérdést, amire megkaptam volna 3 percen belül választ. Tehát ez nem nagy képűség. Hanem ez tény. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés, hogy aranykor lehessen. És a lelki fejlődés, de azért menjünk is, a célunk mindenki lelki fejlődés az aranykorba jutáshoz. Egy fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létben, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykor. Az élet és az ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Ez nem érdekes? Itt van a lelki fejlődés. A lelki fejlődésnek van a Földön 7 szintje. Bevertem. Van 7 szint. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre felfejlődik. A nagy közösségen belül saját csapat nélkül ez nem valósul meg. Tehát kell azért, hogy az ember minden tudáshoz hozzájusson, azért, hogy legyen tapasztalata, azért, hogy ne neki kelljen mindent megélnie, azért, hogy tudjon kint gyakorolni, vagy kiken gyakorolni, ezért kell egy saját csapat. Ezért a rendszerünk úgy van kialakítva, hogy saját csapat szervezési lehetőség adott mindenki számára. És ennek kialakított előnyei vannak. Erről most nem szeretném, mert már időhiányunk van. Jó, ezen túlmegyünk. És még egy fontos gondolat itt a végén. Itt vannak a képzéseink, 24 témában tartunk képzéseket. 4 szemeszterünk van, 9 hónapos egy szemeszter. A szemeszterek végén bizonyítvány van, és a 4 szemeszter végén pedig diploma. Ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni az ember és az élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődés, hogy magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődni. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz, már nincs más út. Ha nem veszed észre a lelki fejlődéshez szükségességét, a szellemiség és a teremtő szerepét az életedben, tárt karokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Mit kell tenni? Ez nem érdekes, menjünk tovább. Illetve érdekes csak. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? Tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. Na ez a kulcskérdés. Mert ez a kulcskérdés. Mi lesz azokkal, akik azt mondják, hogy tök jó vagyok, nekem nem kell fejlődni, én tudok mindent. Ha idős, akkor szenved. Ha fiatalabb, akkor meghal. Az azt jelenti, hogy kivonják a forgalomból. Az emberiség számára csak egyetlen út van, az aranykorba jutás. Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal.
2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz a lelki fejlődést, az nem éri meg a 2030-ig létrejövő aranykort. Egy egyének az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 év kell. Jó, akkor mondom, ha az életedben vannak problémák, azért vannak, hogy arra az útra tereljen, hogy fejlődj. Ha kevesebb problémád van, ha több problémád van, azért vannak, hogy arra az útra tereljen, hogy fejlődj, fejleszd a lelkedet. Lehet fejleszteni a lelkedet, csak honnan fogsz kapni módszereket? Ez a kérdés. Egy hely van erre, elérhető áron. Egy egyének az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 év kell. Legalább. Ezeket, ha nem hiszed, majd megtapasztalod. Nézd körül, egyre több olyan ember hal meg, hogy semmi előzménye nem volt. Egyik pillanatra másikra. Vagy ilyen rövid előzmény van. Tehát semmi baja nem volt, azt mondjuk 2 hét alatt vagy 1 hét alatt elmegy. Tehát előtte meg semmi előzmény. Tehát nem volt se rosszul, semmi, nem vett észre semmit, és egyszerűen megbetegszik, és puty, meghal. Vagy vannak olyanok, idősebbek, főleg nők, akik meg hosszasan szenvednek. Hosszasan. Ilyen akár évekig, sőt vannak olyanok, akik szinte évtizedekig szenvednek. És akkor ez a vezeklésük, a szenvedés. Hát nem azzal kéne vezekelni, hogy szenved az ember. A szenvedéseddel nem tudsz normálisan vezekelni, mert az nem eredményez tudást a szenvedés. Tehát a szenvedés nem eredményez tudást. Hanem mi eredményez tudást? Ha az ember elkezdi megoldani az élethelyzeteit. Oké? Hát a fejlődés, a szellemi fejlődés az, ami eredményezhet tudást. A szenvedés nem. Hát most ugye azok, akik nem akarnak fejlődni, választhatnak. Szenvedés, halál. Mert eközt választhatnak. Vagy meggondolják esetleg magukat, és azt mondják, hát inkább a fejlődés. Világos ez? De a fejlődés, ha a fejlődés útjára rálépett az ember, onnan nem lehet lelépni. Nem lehet azt mondani, jó, most akkor fogom, ezt nem fejlődök most 2 hónapig. Nem lehet csinálni. Elindult az ember ezen az úton, ezen szépen halad. Annyit lehet, hogy kicsit lassabban haladni, vagy gyorsabban, ez lehet. De az, hogy megállni, vagy az, hogy nem, most visszalépek egy kicsit. Ilyet nem lehet csinálni. Ha lelépni, meg valaki lelép, akkor utána akkorát fog szívni, mint a boci. A boci hozzá képest kismiska. Jó, tehát keresünk olyan embereket, társnak, akik akarnak fejlődni. És esetleg előbb-utóbb ebben szívesen segítenének másoknak is. Ez nem egy feltétel, hogy kell segítened. Ez egy lehetőség. Méghozzá nem is kicsi. Tehát most képzeld el, ha valaki úgy élné le az életét, hogy soha senkinek nem segít. Nem sokáig élne. Nem lehetne úgy leélni egy hosszú életet. Egy rövid életet le lehet úgy élni, hogy soha senkinek nem segített. De hosszút nem. Tehát nekünk az a küldetésünk, hogy aranykor legyen ez a bolygó, ezen a bolygón. És mi lesz azokkal, akik nem válasszák ezt? Azok, képzeljétek el, a következő lesz velük.
újra születnek egy másik bolygón, mert létrejött a másik bolygó, és kőkorszaki körülmények közé beszületnek. Így van, és akkor úgy, hogy még a tüzet sem fogja ismerni, érted? Még a tüzet, a tűznek a használatát sem fogja ismerni, és rettegni fog a tűztől. És akkor most így elérdegélt 70-80 évet, ott meg majd el fog érdekelni 25-öt. És már 25 éves korban idős lesz. Szuper alternatíva. Oké. És nem lesz mobiltelefon, drága barátaim. Még villany se. Meg villany se. Tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel benneteket a 20 perc múlva kezdődő hatékonyság coach képzésünkön. Tehát fontos, hogy az ember hatékony legyen az élete minden területén. És ebben kaptok segítséget. Illetve mondhatom azt, hogy kapunk segítséget. Mindenkinek további jó tanulást kívánok. Szeretlek benneteket, sziasztok!